Ennek a kesztyűkönyvnek több éves előtörténete van. Valójában a mozgatórugója az a csodálatos pécsi kesztyűgyártó hagyományt és divat történeti múltat is bemutató gyűjtemény, amely 2006 óta a Pécsi Janus Pannonius Múzeum kezelésében áll. Ennek a gyűjteménynek a létrehozója Déri János úr, aki a pécsi kesztyűgyárban dolgozott sok évtizeden át, gondozta, gyűjtötte ezeket az emlékeket, és valójában mi is nagyon sokat tanultunk tőle, sokat segített abban, hogy a 2005-ben védetté nyilvánított gyűjtemény itt a múzeumban további gondos kezek alatt tudjon aztán egy olyan célt szolgálni, hogy minél többen megismerhessék kiállításokon, előadások keretében, múzeumpedagógiai foglalkozások keretében, tehát nagyon sokrétűen. Valójában 2009-ig a Siklósi Várban még állt ez a kiállítás, a gyűjteményt bemutató kiállítás. Ezt azonban sajnos ott le kellett bontani, mert a vár felújításra került, és azóta is sokfajta program, ahogy említettem, igyekszik ismertetni a pécsi világhírű kesztyűgyártó hagyományt. Ennek a keretében gondoltunk arra, hogy ez a nagyon-nagyon gazdag ipartörténeti hagyaték, anyag bemutatásra kerülhessen egy kötet formájában is. Így aztán Déri János, aki a kesztyűgyár történetét is már korábban kutatta, és sok mindent publikált, szerzője lett ennek a kötetnek. Márfi Attila főlevéltárosként családtörténeti kutatásokkal is foglalkozik, így a Hamerli család, ugye, mint Hamerli János a neves kesztyűgyár alapító okán bemutatását is hát ő elvállalta, és nagyon gazdag képi anyaggal, például a Hamerli család leszármazottaitól kapott képekkel és illusztrálva tudtunk emléket állítani a Hamerli család nem csak kesztyűgyártó, hanem egyéb más pécsi értékteremtő tevékenységének is. Jó magam múzeológusként a múzeumi kezelésben levő gyűjtemény bemutatására vállalkoztam. Ami szerintem ennek a kötetnek egy óriási előnye és szépsége, hogy egyrészt nagyon sok, több mint 300 képpel illusztrált, tehát jó kézbe venni, lapozgatni, forgatni, mindig talál benne valami újat az ember, bevallom még én magam is, pedig hát jól ismerem szerkesztőként is a könyvet. Másrészt pedig tényleg egy körképet szerettünk volna adni. Bemutatni azokat a gyökereket, ahonnan a pécsi kesztyűgyártás indult, Hamerli János világhírűvé vált vállalkozását. Szerettük volna bemutatni az államosított kesztyűgyár korszakát, hiszen akkor is nagyon sok érték született, és azt is, hogy ezek között maga ez a gyűjtemény, amely ott alakult, formálódott, mit is tartalmaz, milyen értékeket tartalmaz. És nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a pécsi kesztyűgyártó cégek, hiszen ez egy olyan hagyomány, ami élő hagyomány, tehát ma is kézzel, sok-sok kézi munkával, mívesen készülnek a pécsi kesztyűk. Tehát, hogy ezt a mai jelenkori kesztyűkészítő hát ipart is meg tudtuk mutatni a könyvben. Nagyon sokat segített például dr. Kaposi Zoltán tanár úr, aki lektorként adott kiváló tanácsokat, amiket szintén hát a könyvben megjelenítettünk, és úgy formáltuk, hogy lehetőleg minél teljesebb legyen. És fontos azt is elmondanom, hogy azok a mesterek, akik ma kesztyűgyártással foglalkoznak, is segítettek tanácsaikkal, bármikor fordulhattam, vagy fordulhattunk kérdésekkel, egy-egy például szakmai részlet tisztázása érdekében. Tehát azt szerettük volna, hogyha ez a kötet akár még az oktatásban is használható lenne, olyan kesztyűgyári régi fogalmakat mutat be egy kis lexikon formájában, amit a mai fiatalok is tudnak hasznosítani, hogy megismerjék ezeket. Több kesztyűgyári szakember a saját összegyűjtött szakirodalmait mutatta meg nekünk, és ebből egy ilyen válogatott irodalomjegyzéket tudtunk készíteni, és ezen kívül olyan érdekességeket is igyekeztünk megmutatni, ami hasznos is lehet a mai ember számára. Például
hogy hogyan kell szabályosan fel is lehúzni egy kesztyűt ahhoz, hogy ne szakadjon szét, vagy tehát ne tegyük tönkre, vagy hogy hogy lehet megtudni, hogy milyen méretű kesztyűre van szükségünk, vagy hogy például mi a különbség egyes bőrfajták között. Ezeket a fogalmakat nap mint nap használjuk, de nem biztos, hogy teljesen tisztában vagyunk vele, hogy mit is jelentenek ezek. És hát én nagyon remélem, hogy az az első fejezet, ami egy kicsit a kesztyű kultúrtörténetébe enged egy rövid bepillantást sok-sok érdekességgel, talán egy kicsit kedvet csinál ugyancsak az embereknek ahhoz, hogy búvárkodjanak a kesztyűk világában. A kesztyűgyártó szakemberek azt mondják, hogy nagyon fontos az, hogy kézi szabással, úgynevezett asztali szabással készülnek ezek a kesztyűk, és ezt a világon már kevesen művelik. És hát vannak olyan műveletek, amelyek szintén meghatározóak, és egyáltalán nem mindenhol tudják ezt olyan minőségben végezni. A steppforrástól kezdve számos olyan apróbbnak tűnő, ám de nagyon fontos munkafolyamat, amelyek meghatározzák azt, hogy valójában pécsi kezek által, kézi munkával, speciális technológiával készül el ez a bizonyos pécsi kesztyű. A pécsi kesztyű könyv ez nagy örömet okozott számunkra. Gál Éva szervezésében, a Janus Pannonius Múzeumok kiadásában jelent meg ez a könyv, és mi is benne vagyunk, mint az élő hagyományőrzők, úgymond. Minket nagyon boldoggá tesz az, hogy a kezdetektől Hamerli gyárának alapításától, ami 1864-ben volt, kicsit korábban, mint a Zsolnai. Tehát, hogy olyan régóta itt működik ez a pécsi kesztyűs szakma, méghozzá sikeresen és önállóan. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy folyamatosan kellenek nekünk nagy állami beruházások, állami támogatások, mert saját lábunkon élünk. A pécsi kesztyű klaszter a 150 éves évforduló miatt alakult. Akkor csináltunk egy nagy rendezvényt a Széchenyi téren, ott egész nap a pécsi kesztyűseket ünnepeltük a főtéren, úgyhogy az egészen jó buli volt. És utána megjelentek pályázatok, amiket felhasználtunk, akkor mindenki rácsodálkozott az országban ismerőseim, és hogy van pécsi kesztyű még mindig, és nagyon örültek. Előkerültek a régi reklámok, meg az új reklámok, meg kaptunk új dalokat is. Tehát egy csomó dolog így felpesdült, most jár le ennek a pályázatnak a fenntartási ideje, és most gondolkodunk azon, hogy mi lesz majd a következő lépés. Nem éppen virágzó a helyzetünk, de panaszkodni most nem fogok. Az édesapám Marci Mihálynak az álma volt az, hogy a múzeumot, pécsi kesztyűs múzeumot létrehozza. Szerettük volna a Siklósi várnak az anyagait, amit már X éve, mondjuk 10 éve becsomagoltak és pincékbe őrizgetnek, újra a nagy közönség elé tárni, de annak csak egy kis részét tudjuk itt a Ferencesek utcájában, ott a múzeumi sarokban, illetve a Széchenyi tér alján a Zsolnai út mellett a Munkács utca sarkában, úgymond. Ott is egy nagyon kis része van a múzeumi anyagnak. Az apu viszont összegyűjtötte az ő büszkeségei, tehát az apu a nagy szocialista vállalatnak az egyik gyárának volt a vezetője, ahol évi 1 millió pár kesztyűt gyártottak, és a kollégáival az emlékeiket összerakták, és azt ott szépen bemutatják. Nagyon izgalmas dolgok vannak benne, mint például egy brigádnapló. Tehát érdemes elmenni megnézni, hogy a brigád színházlátogatás után milyen bejegyzéseket tett, és nagyon munkás a mély szemmel megnézve. A sportból nagy valószínűséggel kimaradunk, tehát a síkesztyű, motoros kesztyű, abban nincsen benne az a szakmai tudás, mint ami a mi szabászainkat jellemzi. Tehát abban a szakmai tudás elsősorban technológiai, azt néhány mérnök összerakja, és utána betanítja az embereket, tehát az indiaiak minket magasan levernek már abban. A divatkesztyűben, ahol folyamatosan kell gondolkodni azon, hogy mi a legoptimálisabb, hogy kihozzuk a pécsi kesztyű rejtett értékeit, abban meg senki nem fog minket utolérni. És akkor ilyen irányba kell menni? Hát nagy valószínűséggel, hogy marad számunkra a divat, a sportos divat, vagy a divatos sport.